Sziasztok, Varga Tamás vagyok az itfröccs.hu-ról, kezemben pedig a Transmart külső, illetve Bluetooth hangszóró a Vétektől, és akkor róla fogok egy kicsit beszélni. Hát valójában ilyen 10.000 forint körüli bruttó áron mozog jelleg ez a készülék, és én árérték arányban kiválónak nevezném. Egész jó hangzása és egész jó paraméterekkel, illetve lehetőségekkel rendelkezik ez a külső kis hangfal, illetve hangszóró. Bluetooth 4.2-es modult kapott, ugye Bluetooth-on tud kommunikálni telefonokkal, különböző eszközökkel, vagy akár kábelen keresztül, ugye audio kábelen keresztül. A hatótávolság Bluetooth-nál ilyen 10-15 méter, a specifikáció szerint az akkumulátorunk az egy beépített 1900 mAh-es akkumulátor, a gyári specifikáció szerint ilyen 12 óra lejátszási üzemidőt jósol neki a gyártó. Hát nekem egyszer sem sikerült teljesen lemeríteni, ha bár raktam töltőre. Ugye egy ilyen 1 amperes töltővel, 5 volt 1 amperen, ilyen 4-5 óra teljes feltöltés a speckó szerint, de én mondjuk számítógépről töltöttem, én még nem tudom, hogy feltöltöttem egyáltalán teljesen, de egy biztos, hogy soha nem tudtam még lemeríteni, pedig azért elég sokat használtam. A vízállósága az eszköznek az IPX56-os szabvány, magyarul ha egyszer így vízbe ejtjük egy rövidebb időre, vagy ráfröccsen a víz, akkor azt még kibírhatja ez a készülék. Ugye a teljesítményünk az 3,5 watt, 2x3,5 watt kimeneti teljesítmény, és van egy bemenetünk, ha megnézzük a készüléket, ezt az oldalát, akkor itt láthatjuk, hogy van nekünk egy AUX és microSD, illetve USB jelölés. Hogyha fölnyitjuk ezt a részt, akkor itt van nekünk a microSD-nk a töltéshez, itt van nekünk alatta egy microSD kártya foglalatunk. A specifikációban nem láttam még a gyártó oldalán sem, illetve a forgalmazó oldalán sem, de elméletileg, ha jól fórumoztam, akkor 64 GB-os microSD-t kezel maga a készülék, szóval nem feltétlen kell magunkkal telefonkészüléket, vagy valamilyen lejátszó, hanglejátszó készüléket vinnünk, a maga a Transmart is tudja ezt az opciót vállalni. Hogyha microSD-n esetleg számokat másolunk a microSD-re és berakjuk a készülékbe, és van itt nekünk egy AUX szín, ugye ezt kaptunk kábelt kicsomagoláskor is, úgyhogy kábelen is rá tudunk kötni egyéb eszközöket, nem csak Bluetooth-on keresztül, erre a kis hangfalra, erre a kis Transmart Bluetooth hangszóróra, itt, ugye itt tudjuk akasztani, esetleg tudunk vele bicajozni, vagy a vállunkra akasztjuk, vagy a csuklónkra akasztjuk, úgyhogy ez is tök jó. Ilyen kis gumírozott műanyag felülete van. Hát meglátszik rajta minden kis karc, minden kis érintés, szóval gyűjti rendesen az új lenyomatot, de hát ugye ennek nem is az a célja, hanem az, hogy szóljon. Van nekünk itt egy bekapcsoló gombunk, ugye itt van nekünk a Bluetooth jelünk, ugye itt van nekünk a mikrofon és a Bluetooth, illetve a Bluetooth fölött van a töltöttség állapot jelző ledünk is, hogyha töltjük éppen a készüléket, és van nekünk egy play szüneteltetés, illetve lejátszás gombok és egy hangerő szabályzó gomb. Különféle vezérléseket el tudunk vele intézni, ugye kihangosítóként is üzemelhet, hogyha éppen hívást fogadunk. Igazság szerint én arra nem nagyon használtam, én zenelejátszásra használtam, és azt kell, hogy mondjam, hogy teljesen könnyű párosítani magát az eszközt. Ugye az még egy plusz jó dolog, hogy microSD foglalat van benne, szóval nem mindig kell hozzá telefon ahhoz, hogy én zenét tudjak hallgatni, és így is tudom vezérelni. Másrészt pedig a minősége, ennek a kis hangfalnak a minősége, azért ebbe a 10.000 forintba bőven belefér, szóval azt mondom, hogy ha még 15-öt kérnének érte, akkor is azt mondom, hogy bőven megérheti ez a kis hangfal. Varga Tamás voltam az itfröccs.hu-ról, ezzel a kis érdekessége a Transmart Element T2 Bluetooth hangszóróval. Hát most igazság szerint játszhatnék le rajta a zenét, de így kamerán keresztül úgyse fogja átadni, hogy mennyire szól jól, vagy hogyan szól ez a kis kütyű. Szerintem jó szól, én nagyon elégedett voltam vele. Sziasztok!